Ezt követően először foglalkozzunk hibák és outlier közül a hibákkal. A hiba fogalma az nagyon sokféle helyen elő szokott fordulni statisztikán belül. Mi is találkozhattunk már vele, amikor a következtető statisztikákról beszéltünk. Ugye ott megbeszéltük azt, hogy a statisztikai érték az gyakorlatilag egy hatás és egy hiba, egy zaj tag hányadosából fog állni. Az, amikor ott hibáról beszéltünk, az a predikció hibája volt, és az a statisztikai elemzéseknek természetes része. Ezzel szemben a mostani videósorozatban egy egészen másfajta hibáról fogunk beszélni, az adathibáról, illetve a mérési hibáról. Az adathiba és mérési hiba alatt azt értjük, hogy az adatbázisban lévő értékeink nem helyesek. Tehát valahol félrecsúszott a mérés, az adatbevitel, és a valóságnak nem megfelelő értékeket tartalmaz az adatbázisunk. Például, hogyha van egy 175 cm magas személy a vizsgálatomban, és én 185 cm-nek gépelem be a magasságát, akkor az egy adathiba lesz, egy félregépelésből származó adathiba lesz az adatbázisomban. Az adathibát, mérési hibát is kettő részre fogjuk bontani, fogunk beszélni a nem szisztematikus, azaz random hibáról, illetve fogunk beszélni a szisztematikus hibáról, más néven biasról. A nem szisztematikus, random, véletlenszerű hiba az az a hiba, ami gyakorlatilag minden mintámban, a vizsgálatba bevont minden mintámban véletlenszerűen fordul elő. Tehát például egy ilyen elgépelés, az véletlenszerűen szokott elgépelni, előfordulni, a nőkön belül is előfordulhat, hogy valakit magasabbnak mérek, vagy alacsonyabbnak, férfiakon belül is előfordulhat, hogy valakit magasabbnak, vagy alacsonyabbnak mérek, és például egy elgépelés az nem tipikusan úgy zajlik, hogy csak a nőkön belül szoktam elgépelni, és őket mind magasabbnak gépelem, hanem véletlenszerűen itt-ott előfordulnak az emberi pontatlanságból adódóan. Na, ilyen hibák gyakorlatilag minden adatbázisban vannak, próbáljuk majd őket szűrni, de olyan nagyon nem vészes a jelenlétük. Na ezzel szemben a szisztematikus hiba, vagy ö, bias, az egy olyan hiba az adatbázisban, ami a hatást egyértelműen egy irányban fogja eltorzítani. Például, hogyha a férfiak és nők magasságának lemérése során a női adatokat egy megnyúlt mérőszalaggal veszem föl, ugye ha, ha meg van nyúlva a mérőszalag, akkor szisztematikusan minden női adatot alacsonyabbra fogok mérni, ez Ezáltal gyakorlatilag a férfiak és nők ha magassága közötti különbséget az adatbázisomban meg fogom növelni. Mert a férfiakat ugye egy rendes mérőszalaggal mérem, az ő adataik pontosak lesznek, a nőket pedig szisztematikusan alacsonyabbnak fogom mérni a megnyúlt mérőszalag miatt, ezáltal a mintámban egy nagyobb különbséget fogok látni férfiak és nők magassága között, mint amekkora a különbség valójában a populációban férfiak és nők között jelen van. Na no hát beszéljünk akkor erről a három fajta hiba fogalomról. Ugye a predikció hibájáról beszéltük, hogy az gyakorlatilag a statisztikai elemzéseknek természetes része, ugye a függő változó varianciájának azon részét fogja adni a predikció hibája, amit a prediktorral nem tudunk megmagyarázni. Tehát, hogyha mondjuk a magasságban lévő változatosságot szeretném a nemi adattal magyarázni, akkor azt, hogy a férfiakon belül van változatosság, vannak magasabb meg alacsonyabb férfiak, na azt a nemi adattal nem lehet magyarázni, ebben a vizsgálatban az hibaként, zajként fog jelen lenni, ez a predikció hibája lesz. Gyakorlatilag amikor mondjuk lineáris regressziót fogunk beszélni, akkor az ide tartozó fogalmak lesznek a sum of squares of residuals, tehát az eltérések, a megmaradó eltéréseknek a négyzetösszege, illetve a mean square of residuals, ami ezeknek a négyzetösszegeknek az átlagát fogja megjeleníteni. Ez a predikció hibája gyakorlatilag abból adódik, hogy általában több tényezős rendszereket vizsgálunk, és az összes tényezőt azt soha nem fogjuk tudni figyelembe venni, és a modellben nem tudjuk az összes tényezőt, ami egy függő változót befolyásol, beemelni. Mert például, amikor a magasságot mi vizsgáljuk, akkor csak a nemi változót emeljük be, meg mondjuk valamilyen környezeti tényezőt, mondjuk a tápláltságot emeljük be a vizsgálat, ennek ellenére a magasságot több tucat gén, meg több tucat környezeti tényező befolyásolja. Ezeknek az egyéb tényezőknek a hatásai, azok mind olyan változatosságot fognak a magasságban eredményezni, ami abban a modellben, ahol mi mondjuk csak egy nemi változóval magyarázunk, nem magyarázható a nemi változóval, az a zajként, hibaként fog jelen lenni. A predikció hibája az természetes része az elemzéseinknek, természetesen törekedhetünk arra, hogy ez a zaj, ez a hiba, ez minél alacsonyabb legyen, erről beszéltünk megint csak a következtető statisztika videósorozatban, hogy minél kisebb a zaj, annál könnyebb lesz kimutatni a hatást. Tehát például csökkentheted a zajt azzal, hogy egy jó specifikált populáció dolgozol, és nem egy általánosabb felmérést végzel, illetve például csökkent a zajmértékét akkor is, hogyha ismételt méréses vizsgálatokat végzel független méréses vizsgálatok helyett, ahol éppen azt a kísérleti elrendezés megengedi, hogy így vizsgálódjál. Nem erről a részről fogunk beszélni, ez most csak egy nagyon gyors összefoglalója volt a predikció hibájának, hanem adathibákról fog ez a videósorozat sorozat szólni.